Most már nyakunkon a karácsony, ennek minden előnyével, no meg hátrányával. Végre egy kicsit hátra lehet dőlni a munka vagy suli okozta stresszből, legalábbis a legtöbbeknek, és ha csak nem hagyt el mindent az utolsó percre, már ajándékok után se kell rohangálnod. Ilyenkor fél lábbal már mindenki karácsonyozik, de úgy gondoltuk segítünk, ha esetleg benned még nem 100%-os a hangulat. Sziasztok! Márk vagyok a 10-es listától, és ma beszélgessünk pár karácsonyi érdekességről, amik tuti megalapozzák a hangulatot. Te milyen zenére buliznál, ha egyszer kijutnál az űrbe? Írd meg kommentben! A NASA két űrhajósa Walter Shira és Tom Stafford nem gondolkozott sokat 1965-ben. A Gemini határnévre keresztelt küldetésükön nem sokkal karácsony előtt, december 15-én indultak egy 26 órás föld körüli útra, ami alatt megszállta őket a karácsonyi hangulat. Ezt nem más, hogy mint egy kis zenével szerették volna kiélni, ha már a családjaiktól egészen távol kerültek, úgyhogy Walter megragadott egy szájharmonikát, Tom pedig kis csengőkkel kísérte, ahogy közösen eljátszották a Jingle Bells-t, vagy magyarul a csengő szót az űrhajóban. Ezzel pedig rekordot is állítottak, hiszen ez volt az első dal valaha, ami megszólalt az űrben. Legalábbis amiről tudunk. Ugyan a csengőszó az egyik legismertebb karácsonyi dal, eredetileg egyáltalán nem annak szánták. Ha egy kicsit jobban figyeled az eredeti szövegét, észreveheted, hogy az meg se említi a karácsonyt vagy bármilyen más ünnepet. Sőt, a dal kevésbé ismert részei olyasmikről szólnak, mint hogy milyen jó dolog csajozni, vagy éppen gyorsulási versenyeket tartani a hóban. Az utolsó verszakban felszólaló élj, amíg fiatal vagy, sorse valószínű, hogy egy csendes és szentséges éjről szól. Az eredeti szerzőnek esze ágába se volt karácsonyi dalt írni, pláne mivel ő maga is egy lázadozó alkat volt. Valahogy a havas autóversenyzésből mégis az egyik leghíresebb karácsonyi dal lett. A karácsony elengedhetetlen része a fenyőfa, amire mindannyian feltesszük a számunkra a legkedvesebb díszeket, és aminek az illata megtölti a szobát, karácsonyi hangulatba hozva még azt is, aki nem különösebben rajong az ünnepért. Bőven van miből válogatni karácsonyfák terén, kezdve azzal, hogy igazi vagy műfenyőre esik a választásod, a fenyő fajtáján át azok méretéig. De térjünk rá picit az árakra is. De maximum mennyit szánnál egy karácsonyfára? Valószínűleg közel se annyit, mint a marbellai Kempinski Hotel Bahia, ahol 2019-ben potom 15 millió dollárt, vagyis átszámítva kb. 5 milliárd forintot költöttek a karácsonyfára, ami el is nyerte a világ legdrágább karácsonyfája címet. És még csak nem is ez volt minden idők legmagasabb fája, az ugyanis egy több mint 67 méter magas fenyő volt, amit a Seattle-i Northgate bevásárlóközpont állított és díszített fel 1950. decemberében. Na de térjünk vissza a legdrágább fára. Habár nem olcsók a fenyők, azért tisztázzuk, hogy nem maga a tűlevelű került ilyen horribilis összegbe, a dekorációk húzták fel az árat. De mégis milyen dísz kerülhet ennyibe? A vastag pénztárcájú körökben közismert designer Debbie Wingham vörös, rózsaszín, fekete és fehér gyémánt díszekkel töltötte meg az ágak közti teret, amik miatt szépen repkedtek a nullák. De persze hagyományos díszek is lógtak a fán, így talán egy fokkal otthonosabban érezhették magukat a szálló vendégek a hotel lobbyjában. Az előző rekorder egyébként Abu Dhabiban az Emirates Palace Hotelben lett felállítva 2010-ben, ami 11 millió dollárba került. Milyen szerencse, hogy a karácsonyi hangulatnak nem feltétele, hogy több milliós fát állítsunk fel a nappalinkban. Ha már beszéltünk a legdrágább fáról, beszéljünk a legnagyobb ajándékokról is. Ha tényleg óriási ajándékokról beszélünk, talán legtöbbünknek egy emberméretű plüssmackó vagy valami hasonló jut eszébe először. A világ valaha adott legnagyobb karácsonyi ajándéka viszont nem egy kitömött plüssállat volt, hanem a New York-i szabadságszobor, ami 46 méter magas és 205 tonnát nyom. Franciaország ajándékozta meg ezzel az Egyesült Államokat a függetlenségi nyilatkozatuk aláírásának 100. évfordulója alkalmából, és persze a két ország szövetségének emlékére. 1886-ban a szobor a helyére is került New Yorkban, és hivatalosan is a világ legnagyobb karácsonyi ajándéka lett. Ugyan mi nem a Mikulás eljövetelét ünnepeljük karácsonykor, a világ nagy része nem ért egyet velünk ebben, és úgy gondolják, december 24-e éjszakáján a Mikulás utazza körbe a világot a szánhúzó rénszarvasaival. Mi több, őket a leghíresebb Rudolf vezeti.
Csak hogy mint kiderült, Rudolf legendája eredetileg nem más volt, mint egy jól elsült marketing fogás. Rudolf a rénszarvas először az amerikai bolt a Montgomery Ward egyik reklámjában jelent meg. A cég minden karácsonykor ingyen kifestőket ajándékozott a gyerekeknek, persze azért, hogy a szülőket ezzel bevonzzák a boltba. Viszont 1939-ben úgy döntöttek, hogy a költséghatékonyság érdekében nem megvásárolják ezeket egy cégtől, hanem saját maguk fogják azokat legyártani. Ezekben jelent meg először Rudolf, a Mikulás hűszánhúzó rénszarvasa. A kampány hihetetlen sikert hozott, és már az első évben több mint 2 millió kifestőt vittek haza a gyerekek. De ki találta ki Rudolf karakterét? A szokatlanul pirosorú rénszarvasról írt vers eredetileg a bolt egyik alkalmazottjától, Robert May-től származik. A történet óriási sikert aratott, és nem sokkal később licenzt is kapott, hogy mesékben, dalokban, képregényekben és sok máshol is megjelenhessen. Rudolf neve és karaktere így szép lassan meghódította a világot. De itt jön az igazi karácsonyi csoda. Ahelyett, hogy a cég megtartotta volna magának ezt az aranytojás tojótyúkot, 1947-ben minden jogot átadtak Rudolf kitalálójának, aki akkoriban súlyos pénzügyi problémákkal küzdött. Így viszont egyik napról a másikra milliómossá vált. A férfi viszont nem tartotta meg magának a jogokat, és nem akarta az utolsó fillért is kisajtolni a karakterből, ezért később szabadon felhasználhatóvá tette, hogy Rudolf tényleg a karácsony jelképévé válhasson. Nincs is jobb, mint az ünnepek alatt összekuckózni a melegben és benyomni egy jó filmet. A szerencsésebbek mindezt egy kandalló társaságában tehetik meg, ami azért valljuk be, ad egy kis extra hangulatot a dolognak, de egy jó film önmagában is el tudja ezt intézni. De azt tudtad, hogy a reszkesetek betörők kaszálta a legtöbbet az összes karácsonyi film közül? Abban azt hiszem mindegyet értünk, hogy nem telhet el karácsony Kevin nélkül. Az ünnepek alatt véletlenül otthon hagyott kisfiút alakító színész Macaulay Culkin 1990-ben a film megjelenését követően azonnal filmsztár lett, amíg szegény bele nem bukott ebbe, a film maga pedig egy igazi karácsonyi klasszikus, amit minden évben kötelező megnézni. De nem csak hogy klasszikus, hanem a Forbes magazin szerint ez minden idők legtöbb bevételt termelő karácsonyi filmje is, ami csak az amerikai mozikban 286 millió dollárt hozott az alkotóknak. Ezzel pedig bőven megelőzte a második helyre beérő Grinchet a maga 260 milliójával. Persze mit ér a karácsony egy jó kis szerelmi történet nélkül? Évközben rengeteg ünnepen kell valahogy túljutnia a pároknak, amit a családi vacsorák akár meg is nehezíthetnek, de van egy jó hírem. Ha kihúzzátok karácsonyig, akkor megnyugodhattok, mert a statisztikák szerint együtt is maradtok. Egy 2010-es Facebook által készített kutatás szerint ugyanis december 25-e az a nap, amikor a legkevesebben szakítanak a világon. A karácsony előtti hét viszont már elég necces, mert sokan ekkor jönnek rá, hogy az év legmeghittebb ünnepét nem feltétlenül azzal akarják tölteni, akivel éppen együtt vannak. Vagy csak így akarják megspórolni a karácsonyi ajándékvásárlást. Ezzel szemben viszont sokan pont ekkor lesznek biztosak abban, hogy az egész hátralevő életüket a párjukkal akarják tölteni, mivel december 24-e és 25-e az a két nap az évben, amikor a legtöbb lánykérés történik. Már-már szinte csak habatortán, hogy messze szeptemberben születik a legtöbb gyerek, amiből ha visszaszámolsz 9 hónapot, nem más jön ki fogantatásnak, mint a karácsony időszaka. Úgyhogy a kapcsolatokban tényleg minden oldalról sorsdöntő lehet a karácsony. Tippelj, hogy mi az a játék, amit karácsonyra a legtöbben adnak egymásnak. Ha a lelki szemeid előtt a Lego jelent meg, akkor bizony nyertél, ugyanis karácsonykor egyes felmérések szerint másodpercenként nem kevesebb, mint 28 Lego szettet vásárolnak meg az emberek világszerte. Ez négyszer annyi, mint amennyi amúgy évközben el kell. De persze nem csak a Legókat vásárolják fel az emberek, hanem sok mást is. Ha elérhető lenne, biztos elkapkodnák a polcokról az emberek a PlayStation 5-öket és az Xbox Series X-eket, bár tény, hogy Series S-ből akad jó pár a boltokban. De ide vehetjük a különböző fülhallgatókat, könyveket és sok minden mást is. És csak hogy egy kicsit büszkék lehessünk arra, hogy magyarok vagyunk, 1980-ban nem más volt a legnépszerűbb karácsonyi ajándék, már ha a játékokat nézzük, mint a Rubik kocka.
Mára ennyit a 10-es listáról. Ha tetszett a videó, ne felejtsd el megnyomni a like gombot, és iratkozz fel a csatornánkra, hogy elsőként értesülhess a legújabb tartalmainkról. Külön köszönet a támogatásért partnerünknek és tárhelyszolgáltatónknak, a Reghostnak.